Köszöntöm nézőinket, ez már az aktuális. Néhány héttel ezelőtt kínai delegáció látogatott Békéscsabára, és ott gazdasági kapcsolatok élénkítéséről, sok mindenről szó volt, és illetve még arról is, hogy akár a jövőben a Selyem útnak egyik állomása lett Békéscsaba városa. Most pedig a képviselőtestület egy delegáció kilátogatott Kínába, a testvérvárosunkba, Ninghajba. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok volt ennek a delegációnak a vezetője. Tanácsnok úr, most már újra itthon, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, köszönöm szépen is a meghívást. Tele élményekkel, de munkával is, hiszen ez a rendezvénysorozat ez reggel 8-tól este 8-ig tartott, tehát igazából nem egy városnézés, vagy nem egy kötetlen program volt, hanem igencsak egy kötött program volt. Ugye idén is megrendezték a Kína és a közép-kelet-európai országok csúcstalálkozóját, aminek egyébként tavaly Magyarország volt a fő vendége, idén pedig Románia, és ott is volt Emil Bok miniszterelnök úr, és erre az eseményre kapott meghívást Békéscsaba város. Ez nem egy szakmai delegáció, tehát nem vállalkozások, nem civil szervezetek, hanem kvázi a testületből, tehát a képviselő testületből ment egy delegáció. Annyit még megemlítenék, hogy 2012-ben írta alá Hanó Miklós alpolgármester és Ninghaj város képviselője, aki itt volt, a testvérvárosi megállapodást. Ők többször voltak már itt nálunk, mi még egyszer sem voltunk, de szeretnénk, hogyha ez tartalommal is kapcsolatok erősítésével, nem csak ilyen barátság meg szavak szintjén, hanem tartalommal is megtöltődne. Egyébként ez a Ningbo vagy Ninghaj, mely Ningbo nevű, ez a csendes hullám nevű városban voltunk. Ez Shanghaitól 300 km-re délre van, és egy 13 millió fős városról van szó. Ninghaj a testvérvárosunk, 630 ezer fős, és egy 300 ezer ingázó munkás van. Azt el kell mondanunk, hogy köztünk és Kína között nagyságrendbeli eltérések vannak, tehát olyan hatalmas számokat tudnak produkálni, amit mi nyilván nem. Ennek egyik példája volt az, amikor első nap kilátogattunk egy logisztikai központba, egy kikötői logisztikai központba, ahol 20 millió konténer és 900 millió tonna áru fordul meg egy évben, mind közúti, mind tengeri kapcsolatok révén, de elvittek minket egy autóbuszgyárba is, ahol 15 ezeret gyártanak évente, főleg elektromos buszokat, tehát a léptékek azok másak. Egész úton, amikor Shanghajból egy 36 kilométeres tengeri híd közbeiktatásával is megérkeztünk Ningbóba, óriási lakótelepek és óriási építkezések vannak folyamatban. Ott egy év alatt Seckó-Jernó felrántanak 15-20 ezer lakást, aztán vagy lesz benne lakó, vagy nem. Tehát akkor is megépítik, ha még jelenleg nincsen benne lakás, és természetesen részt vettünk ezen a fórumon is, amit szerveztek, és bocsánat, meg kell néznem, és elnézést kérek előre, hogyha rosszul ejtem ki a nevét, Mr. Kui Dongyao, ennek a Ningbónak a polgármestere nyitott meg, és egy 16 ország képviseltette magát. Emellett, a szakmai fórum és konferencia mellett volt még egy Nemzetek utcája, vagy Ízek utcája is, ahol többek között magyar pavilon vagy magyar stég is volt, és gulyáslevest tudtunk enni, illetve magyar borokat lehetett kóstolni, tehát ez egy igazi nagy nemzetközi rendezvény volt. Ami jó volt még ezzel kapcsolatosan, hogy a rendezvényekhez kapcsolódóan sikerült magyar kapcsolatokat is építenünk, ami talán ugyanolyan fontos lesz, mint a kínai, hiszen ők először udvariasak, tapogatózóak, és majd látjuk, mi lesz. Viszont ezen az igazi festői Ningbóban ott voltak magyar képviseletek is, például ott volt a külügyminiszter, megbízottja dr. Boros Emese is, de ugyanitt találkoztunk például Hefner Roberttel, ez a HIPA, ez a befektetési ügynökségnek a főosztály vezetője, mit ad Isten, békéscsabai származású fiatal emberről van szó, de ott volt még Alföldi Eszter külügyi szakértő és Kovacsics István turisztikai attasé is, és ők ugye tapasztalattal, például a Kovacsics úr, ez 10 éve él Kínában, illetve hát van kínai kapcsolata, nagyon sokat fognak tudni segíteni. Olyan kínai üzletembereknek mutattak be minket az ő kapcsolataik révén, akik esetlegesen turisztika vagy egyéb úton kapcsolódnak Békéscsabához. Igazából én azt tapasztaltam, hogy talán a gépgyártás az a terület, ahol nagyon
komoly lehetőségek vannak, alkatrészbeszállítás, de természetesen kiajánlottuk a nyomdát, vagy az élelmiszeripart, vagy amit lehet. És a művészetekből, ha még elmondhatom, meglepődtek, hogy Munkácsi Békés Csabai volt, és mondtuk, hogy hát nem Békés Csabai, de itt élt 23 évet, és innen indult el a világkarrier útján. Ami viszont mi lepődtünk meg, hogy ők borzasztóan büszkék arra, hogy az ő ninghái költőjük volt az, aki Petőfi összes versét lefordította kínai nyelvre. Tehát Petőfi Sándor az egy nagyon komoly ismertségre tesz szert, akár iskolai tananyagban is van. Kodály Zoltán Bartókot nyilván a zenei kultúrájuk miatt azt viszont ismerték. Tehát a kulturális, turisztikai kapcsolatoknak az építése is komoly perspektíva előtt áll. Ezt egyébként hogyan lehet összehozni, hogyha megnézzük, itt azért hatalmas távolságok vannak, ha már csak ezt nézzük egyébként. Azt, hogy anyagilag ki hogy áll, ez megint a másik kérdés, de például szerintem Kínából is nagyon sokan szeretnének ide ellátogatni, ők is viszik egyébként akár Békés Csaba megye jó hírét. Tehát ezt hogy látták ki? Volt kínaiak, ugye először a japánok azok, akiket bárhol, Budapesttől kezdve Párizsban, bárhol látunk. Erősödik a kínai gazdaság nagyon, tehát a pénz is növekszik, amit erre tudnak fordítani. Érdekli őket Európa, akár nyugdíjasok ide látogattatása, akár cégek ide helyezése. 22 órás az út. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy sétarepülés volt, vagy sétaút volt, 22 órás út, elég fárasztó út volt, de például a delegációjuk, hogy majdnem minden évben itt volt, azt mutatja, hogy ők vállalják ezt. Egyébként összeismerkedtünk olyanok, akik heti havi szinten Budapest-Peking vagy Budapest-Shanghai között repkednek, tehát munkájuktól fogva, de szerintem ide lehetne őket hozni, érdekelni, minden érdekli őket egyébként. Azért az egy másabb világ, tehát egy másabb szokások, másabb gondolkodás, borzasztóan udvariasak, legalábbis velünk azok voltak, figyelmesek, borzasztóan fegyelmezettek, és nagy a teherbírásuk, a munkabírásuk, tehát akár 20 órán keresztül is velünk voltak, hogyha kellett, és soha nem láttunk egy, hogy is mondjam, grimaszvágás sem, vagy a fenében már megint ezekkel kell, hanem mindig mosolyogtak, és bármit kértünk, vagy szerettünk volna, azt megcsinálták, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Talán ami egy picit hiányzott az, hogy ez egy nagy város. Tehát én igazából azt hittem, hogy látunk egy kis Kínát is, ugye ezek a kalapok, meg kimonók, hát az már nem nagyon volt, ugye ők is modernizálódnak. Aminek nagyon örültek, hogy Békés Csabán a Janka iskolában, nem tudom mennyire ismerős, beindult egy kínai nyelvoktatás, és mint minden nemzet fiának jól esik az, hogyha a saját nyelvét hallja, hogy oktatni fogják őket, illetve érdeklődtek még a Kolbász Fesztivál iránt, ezért egy 6 fős delegációt meghívtunk a Kolbász Fesztiválra, és asztalt is biztosítanánk nekik. Nem kérnek repülőjegyet és szállásköltséget, tehát ők ide szeretnének látogatni, hát programot szeretnének kérni, és volt egy csodálatosan kedves és bájos tolmácsasszonyunk, a Wufang tolmácsasszony, aki tényleg maximálisan és maximális előbedobással próbálta fordítani azt, amit mi mondtunk, vagy ők mondtak nekünk. Nem kis feladat, mert azért talán a kínai nehezebb, mint a magyar nyelv, pedig a magyar nyelv is gyönyörű, és kellően nehéz ahhoz, hogy csak a megfelelő emberek tudják ezt beszélni a világban, de a kínai is nyelv, de a Wufang az tényleg reggeltől estig ott volt, rendelkezésre állt, bármilyen kérdés volt, segített benne, háttérbeszélgetéseket is folytattunk vele, amit nem illett egyébként megkérdezni mondjuk hivatalosan, de általa egy kicsit megismertük a hétköznapi kínai gondolkodást is és kínai embereket. Egyébként ugye pont az lett volna a következő kérdés, amire Tanásnak úr valamilyen szinten ugye válaszolt is, hogy ők mennyire érzik át, mennyire látják a mi értékeinket, úgymond, hogy ők tényleg idézőjelben ők meg akarják fogni, valamilyen szinten magukévé tenni, megérezni, és tényleg fontosnak tartják, hogy akár ott náluk tudják, hogy mik ezek. Beszéljünk itt kolbászról, de beszéltünk még ezer dologról. Igazából meg kell velük ismertetni. Az ő étkezési szokásaik inkább, amit mi tapasztaltunk, az a tengeri herkentjük, tehát a kagyló, rák, polip, halak, és a csirke, illetve hát a marha hús, de csak nagyon vékonyan,
Kérdezték tőlem itt, amikor hazajöttünk barátok, hogy mennyire voltak ezek a keleti ízek olyan nagyon fűszeresek. Én nem éreztem annyira őket, és nem akarok megbántani senkit. Nyilván én azt mondom, hogy a magyar ételek sokkal zamatosabbak, finomabbak, ízletesebbek. Ez szokás kérdése. Valahogy úgy fogalmazotta az alpolgármester úr, akinek szerettem volna külön nevét megemlíteni, Lu Chaohui, aki ugye végül is itt járt nálunk egy pár hete, és nagyon örült, amikor a fényképet megmutattam, és ő is küldött egy albumot nekünk. Azt mondta, hogy szeretnének vele megismerkedni, és nyitottak erre, de óvatosan bánnak ezzel. Talán még van annyi időnk, hogy elmondjam, hogy volt egy magyar, nem is messze tőlünk élelmiszergyártó, pulykahússal foglalkozik, amiről úgy hallottam, hogy amikor kint voltak a világkiállításon, hát nem is tudjuk, de ma már szép. Tehát vittek egy próba, vagy egy kóstoló jellegűt, és ma már szép kereskedelem előtt állnak. Ugyanígy ők is szeretnének idehozni árukat, és ahogy főszerkesztő úr említette, a Selyem út, hát a Selyem út nem erre vezet, de ugye megemlítettük, hogy mi lenne, hogyha Békés Csaba például egy logisztikai központ lenne, esetleg, hát nincs túl messze Szegedtől, hogy esetleg itt egy konténerterminál, vagy nagy átrakó, vagy egyáltalán tároló kapacitást itt tudnának, hiszen kelet, vagy bocsánat, nyugat kapuja lehetnénk keletről, és innen teríthetnék az árut. Egy biztos, hogy az előadásokon, a fórumokon egészen megdöbbentő tervekkel szembesültünk, de ma már tudjuk, hogy például a Volvo gépkocsikat vasúti úton szállítják be Európába, tehát nem is hajóval, nem is repülővel, hanem vasúti úton. Tehát egészen Shanghai-tól Brügig, vagy Stuttgartig már, tehát több célra is kiépítik a vasútvonalat. Nyilván ez a Selyem út, ez a Pireuszi kikötőtől fog majd felfelejni Belgrád Budapesten keresztül. Nem csak gyorsabbá vált ezáltal a szállítás, hanem a széndioxid kibocsátás is lényegesen csökkent ezáltal, ugye ha hajóval hozzák, jól van, nagyobb a környezetterhelés, tehát egy nagyon érdekes irányba mozognak, és hogy említettem azt a kikötőjüket, természetesen ettől ők még óriási kereskedelmet hajtanak végre. Hogy egy példát mondjak, ennek a Ningbo tartománynak a GDP-je évente 30 ezer milliárd forint, Budapesté 300 milliárd forint. Tehát itt a léptékek azok tényleg nagyok. Voltunk egy elektromos autógyárban, egy kicsi akkor, mint egy Smart, két ember fér bele, 300 ezer darabot gyártanak belőle, és ennyi simán elmegy. De ha megengedi, még elmondanám, talán itt a képekben már lefutott. Ninghai-ban, a testvérvárosunkban átmentünk egy olyan csupasz, kicsit lápos területen, ahol egy híd állt csak. Illetve két híd, mert volt egy földnyelv. És amikor bementünk ebbe a fejlesztési központba, bemutatták egy akkora makettasztalon, én nem akarok nagyot mondani, 20x10 méteres makettasztalon, hogy milyen fejlesztést terveznek ott. Ugye mondtam, hogy körülbelül 620 ezer ember plusz 300 ingázó. 5 éven belül egy olyan komplexumot akarnak felépíteni, mert 500 ezer ember költözne arra a területre, de ott a lakóházak, a sportpályák, a bevásárlóközpontok, a kórházak, minden, 5 éven belül. Valahogy úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy amíg mi a pénzünkhöz szabjuk a lehetőségeinket, ők a lehetőségek, az elképzelésekhez szabják a pénzüket, tehát óriási fejlesztések, és nagyon gyorsan csinálják ezt, tehát ténylegesen 5 év alatt meg fogják építeni, és egy kicsit számunkra ez azért úgy lenyűgöző volt, tehát az adatok, a számok, a nagyságok. Most ez azért lehet nagyon jó, mert ön elmondta, hogy egyfajta óvatosság és tapogatózás azért érezhető az ő részükről, de ön szerint, hogyha ez így van, tehát 5 év múlva egy ekkora komplexumot ők fel tudnak húzni, akár a mikrokörnyezetünkre, hogy Békés Csavára, a megyére, hát nagyon komoly feladatok várhatnak, és egy nagyon komoly gazdaság élénkülés, mert ha ők ezt ténylegesen eldöntik, tehát lehet még csak tervek vannak, és nincs döntés, akkor ebből lesz valami, ez biztos. Lehetne például ide, nekik a víz, nagyon fontos lenne a víz, az ő vízük számunkra fogyaszthatatlan, még fogmosásra se. Viszont ott elhangzott, hogy jó lenne egy szódagyár, tehát ez a szifonos szódagyár. Ugyanakkor tőlünk elhangzott, hogy akár egy kerékpár összeszerelő üzemet is lehetne. Ugye most azért azt tudni kell, hogy az ő, bocsánat, a csúnya szót használok, kegyeljékért mindenki
tolong a világban, hiszen egy óriási gazdaság, egy dinamikusan fejlődő gazdaság, de nem vagyunk kis hitűek, tehát mi igenis ajánlkoztunk, annak ellenére, hogy van több testvérvárosok egyébként Magyarországon, például Veszprém, de mi ajánlkoztunk, hogy már pedig mi úgy gondoljuk, hogy itt egy remek lehetőség lenne arra, hogy akár összeszerelőzem, akármi legyen. A tabogatózás az nyilvánvaló, mert amikor itt volt a delegáció, akkor meg lettek kínálva kolbásszal, és finom volt, és jó volt, csak ezt azért úgy be kell vezetni ott, meg még, bocsánat, ha még egyszer a léptékeket mondom, egyszer elgondolkoztam rajta, hogy 1,5 milliárd kínai ember van, vagy akár indiai, annak csak minden századiknak a fele iszik 3 cent pálinkát egy nap, akkor az is több száz hektó pálinka egy nap. Tehát a mi kapacitásaink nem is biztos, hogy ki tudnák elégíteni, ha ráharapnának, bocsánat, a csúnya szóért egy adott termékre. Ebből unikumot kell, tehát inkább szállodaláncoknak vagy valakiknek először bevezetni, hogy a kínáltatás során kóstolják meg. Nincs elzárkózás. Egy picit, én utaltam egy picit arra, hogy lehet, hogy még közös gyökereink is vannak az ázsiai világunkból, igen, hiszen azért a magyarok Ázsiából jöttek, ez nekik nagyon tetszett. Nem azt mondtam, hogy testvérek vagyunk, de az, hogy azért nem áll tőlünk messze a kultúraik, ami egyébként tényleg lenyűgöző kultúra, de hát a miénk szebb, és mondom én ezt. Úgyhogy ezen a téren is komoly lehetőségek lennének. Ezért is voltunk kint, mert valahogy jobban szeretik ezt az arc az archoz. Tehát az, hogy mi prospektusokat küldünk, meg mintaanyagokat küldünk, meg elmondjuk, hogy milyen jók vagy, egymás szemébe kell nézni, és ezt úgy kell elmondani, hogy mi őszintén gondoljuk azt a fajta együttműködést, amit felajánlottunk nekik, és ők talán vevők lesznek erre, és akkor egy szorosabb együttműködés, most már a szakembereké és a városvezetésé lesz az a feladat. A rengeteg névjegyet begyűjtöttünk, lesz az a feladat, hogy akár egy gazdasági, vállalkozói vagy bármilyen küldöttség kimenjen és tárgyalásokat folytasson. Ha a kolbászfesztiválra eljönnének és jól érzik magukat, ők azért tényleg viszik a hírt. Tehát nem az van, hogy jól éreztem magam, azt akkor le van tudom, tényleg őszintén elmondják a többinek, hogy ezekkel a kis magyarokkal érdemes foglalkozni. Hát köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen és a lehetőséget. Dr. Ferenczi Attila tanácsnokkal beszélgettünk a kínai útról, arról, hogy mit látott a delegáció, és milyen gazdaságélénkítő kapcsolatok jöhetnek majd létre a jövőben. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!